Sziasztok! Manapság nagyon trendi az épített műszempilla, és nagyon népszerű a szemhéjtetoválás. A kettő kizárja egymást. Ha szemhéjtetoválást szeretnénk készítetni, egy időre meg kell várnunk a műszempilláinktól. A szemhéjtetoválás előtt egy héttel le kell szedetnünk a műszempillákat. Ennek az az oka, hogy ne maradjon semmilyen ragasztó morzsa a szempillák tövében, mert ez allergiát válthat ki a tetoválás során. A tetoválás elkészülte után egy hónap múlva esedékes a korrekció, úgyhogy addig még semmi esetre sem lehet a szempillát visszarakatni, csak a korrekciót követő egy hónap múlva. A sminktetoválás alatt a kontaktlencsémet kivegyem? Szemhéjtetoválás során a kontaktlencsét mindenképp ki kell venni a szemből, mert a festék bekeveredhet a kontaktlencse alá, és egy szúró égő érzést válthat ki. Az sem szerencsés, hogy sokat kell törölgetnünk a tetoválás során a szemhéjat, és elkavarodhat a kontaktlencse a szemben. Úgyhogy mindenképp el kell távolítani a kontaktlencsét, és utána azt szoktuk javasolni, hogy pár napig még ne is helyezze vissza, ne használja a kontaktlencsét a vendég, mert krémeznie kell a szemhéj tetoválását, és így kellemetlen érzése lehet, és kicsit pirosabb és ödémásabb a tetovált terület, úgyhogy nem lenne kellemes a viselete a kontaktlencsének. Esetleg más dologra még oda kell figyelnem? Mindenképp figyeljünk oda, különösen most nyáron a szemünkre, hogy nem kapott-e húzatot, nincs-e valamilyen szemgyulladásunk, mert ezek kizáró okai lehetnek a szemhéjtetoválás elkészítésének. Hogyha szúró, égő, viszkető érzést tapasztalunk, hogyha pirosodik a szemünk, akkor kérjünk egy újabb időpontot a szemhéjtetoválás elkészítésére, mert így sajnálatos módon nem lehetséges. Ha allergiás vagyok a nyári időszakban, és szemcseppet kell használnom, akkor ettől függetlenül csináltathatok szemhéjtetoválást? Ez ilyenkor egy nagyon gyakori kérdés, hogyha nincs aktív gyulladásban a szem, nem kell nagyon sokat vakargatni, nem viszket, nem irített, akkor az allergia nem kizáró ok. Viszont, hogyha nagyon aktív az allergia, és szintén fellép ez a szempirosság, viszkető érzés, égő érzés, akkor természetesen nem szerencsés ekkor elkészíteni a tetoválást. Köszönjük Anetta sok hasznos információt, rengeteg kérdésünk van még, úgyhogy tartsatok velünk a következőkben is, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!